Véget ért a negyedik összegyetemi hallgatói konferencia Média 2010, a Média szakos hallgatók tudásközpontja itt a Pécsi Tudásközpontban. Reméljük, jövőre is találkozunk a Média 2011-en. Konferencia lett a média konferenciából, második vidéki helyszín. Milyen újításokkal tudtatok idén szolgálni a hallgatóknak? Szerintem a legnagyobb újítás az volt, hogy mivel idén Pécs Európa kulturális fővárosa, ezért sikerült ezt a helyszínt, amiben most is állunk, a tudásközpontot bevonni a szervezésbe, és helyszínt adott nekünk a második napra. Ezt nagyon nagy szerencsének tartom. Illetve a szekciók, tehát a tartalmi szempontból is sok újdonsággal tudtunk szolgálni. Az online média tartalom is összetettebb lett, miben tudtatok újat nyújtani? Abban mindenképpen, hogy az elmúlt, tehát hogy az most készült videós anyagok, azok nem egy év múlva fognak felkerülni, hanem már 2-3 óra Mindenképpen örömteli újdonság, hogy nem csak képben és szövegben jelentünk meg azonnal, tudósítás formájában idén, hanem videós anyagok is készültek, és szép számmal fel is kerültek a honlapra. Ami újdonság volt, hogy rendkívül jó fotóst hoztunk magunkkal, tehát erre azért odafigyeltünk. Idén más egyébet igazából nem tudok mondani, többen írtuk a tudósítást, ketten. Így is nagy munka volt, gyorsabbak lettünk, hatékonyabbak, jobban reprezentáljuk a konferenciát, megjelentünk, nagyon élőben ott voltunk mindenhol, és ez abszolút örömteli fejlemény. A kommunikációban még annyi, hogy először szerveztünk sajtótájékoztatót, tehát ilyen még nem volt a konferencia történetében. Ez apró botlásokkal ugyan, de két ilyen húsfalat között ebédelés közben megejtettük. Jó volt, tehát a visszajelzések jók voltak. Szerintem jövőre is tartunk, vagy meg tudom tartani sajtótájékoztatót, hogy eseményként, mint hír szintén meg tudunk jelenni. Pesti főnökasszonyként mivel tudtatok hozzájárulni a programokhoz idén? Nagyon jó dolognak tartottam a fővédnökséget, és hogy Martini László el is vállalta. Ezt az ELTE intézte, én ennek nagyon örülök. Hát ami minden évben ugye az anyagi része, ezzel idén is próbáltunk maximálisan itt lenni, és nem csak az utazást és a szállást finanszírozni az ELTE-s hallgatóknak, hanem pluszba még beszállni akár a nyomdába, de ez még az elkövetkezendő egy hónapnak a folyamánya lesz. Azt hiszem, ez a kettő a legfontosabb. Rendben, térjünk vissza. Pécsről indultunk, Pécsre érjünk vissza. A hallgatók, hogy... Dirty basements, dirty noise, dirty places coming home, stream world alone. Pécsről indultunk, érjünk vissza Pécsre a végén. A hallgatók hogy fogadták, hogy végre hozzájuk közelebb rendeződött meg a konferencia, és nem kellett elutazniuk egy vidéki vagy vidéki város előtt egy pesti egyetemre? Egyrészt sajnálták, mert a médiakonferencia az mindig hozzátartozott, ez a busz utazós feeling és Pest, de nyilván az mindenki számára vonzóbb lehet, mint a saját városában megtörtént események. Másrészt pedig nagyon-nagyon örültek neki. Mi minden 4 évben delegáltunk hostesszeket, én jó magam is voltam hostess a tavaly évben is, és az előtt évben is. Milyen magasra jutottál? Köszönöm, Vivi! És szóval nagyon örültek neki. Számukra is új újdonság volt például ez a helyszín is, illetve az egyetemen is sok, tehát olyan hallgatók is jöttek, akik szintén nem kommunikációszakosok, illetve nem bölcsészkarra járnak. Tehát mivel ott voltunk,
Ez elég nagy egyetemi a kampuszunk, úgyhogy sok helyről tudtak jönni. És végül egy rövid értékelés, hogy láttátok, mennyire volt sikeres az idei évi konferencia? Szerintem sikeresnek mondható, nagyon-nagyon jó szervezői csapat működött együtt az ország öt pontján. Rengeteg készséges és kvalifikált szakembert sikerült meghívnunk, és nagyon jó témákat tudtunk napirendre keríteni. Összességében én nagyon örülök, hogy idén hat egyetemről meg tudtunk befogadni. Remélem jövőre is majdnem ennyire szerepet tudunk vállalni a következő évi konferenciában is. Pestről hogy látszott ugyanez? Én nagyon-nagyon-nagyon elégedett vagyok. Szerintem soha ilyen flottul és simán nem zajlott le a konferencia, és nem csak ez a két nap, hanem az előtte lévő szervezés. Ugye ezt hozzá kell tenni, hogy elég későn kezdtük el idén szervezni a konferenciát, és ennek ellenére már az első megbeszélésről úgy álltunk fel, az említett ugye haverok kávézóban, hogy megvoltak a szekció ötletek, és mindenki elkezdett dolgozni. Szóval én nagyon-nagyon elégedett vagyok a pécsi szervezőkkel, úgyhogy köszönöm szépen nekik a rengeteg munkát az elmúlt pár hónapban, és persze hát a többi egyetemnek is, mert úgy gondolom, hogy tényleg mindenki oda tette magát, és főleg át tudtuk hidalni azt az új megoldást, hogy nem csak, hogy vándorkonferencia és minden évben más helyszínen van, hanem az a két nap is két helyszínen volt. Szerintem nagyon jó volt. És a Second Life terében hogy látszott, mennyire voltak vevők a tartalomra az online figyelők? Jó volt a látogatottság, tehát ahhoz meg bekerültünk az online vérkeringésbe, tehát sokan átvették az anyagainkat. Sikeres volt, a média csapat munkája az abszolút, tehát az nagyon nagyot ugrottunk tavalyhoz képest. Nem titok, hogy szeretnénk DVD-t is csinálni az elhangzott előadásokból, ami még tovább erősíti a brandet. A brand az már elég erős, én örülök is, hogy vissza... A jelek szerint úgy néz ki, hogy vissza tudjuk vinni Budapestre a konferenciát jövőre, akkor biztos, hogy nagyon beérik már a színvilág, az üzenet, a mondani való. Meg hát jó érzés egy olyan konferenciát szervezni, amiről tudnak a szakmai berkekben. Ez egy marha jó dolog, hogy nem kell bemutatkozni itt egy csomó helyen, hanem azt mondják, hogy amit a konferencia, igen, tudjuk. Amit tavaly, és tudják, hogy vándorkonferencia, azt gondolom, hogy jó ennek a részese lenni, de tényleg kell utánpótlás, mert kezdünk kiéregedni.